tornádó csavart ki fákat és szakított le garázstetőket tegnap este Orosházán. Hatalmas erejű széllel, komoly mennyiségű esővel, villámlások kíséretében csapott le a vihar a településen. A helyreállítással még most sem végeztek, további részletek jönnek a helyszínről, Sipos Gábortól. Köszöntöm az M1 nézőit, és kellemes napot kívánok. Hát nem volt annyira kellemes az időjárás, és persze a nap sem tegnap a kora esti órákban. 18 óra után néhány perccel Orosháza belvárosától akár néhány száz méterre található Hajnal utcában lecsapott egy tornádó, egy forgószél, amely néhány száz méteres körzetben hatalmas fákat csavart ki, amit kollégám is mutat, 10-15 méteres fenyők csavarodtak ki a helyükről a szél hatására. Egy itt lakó úgy nyilatkozott, hogy amilyen hirtelen jött, olyan gyorsan el is ment a nagy cél. A látótávolság pár méterre szűkült, és hát ő is csak azt látta, hogy repkednek a fák, mint hogyha ropikat hajéggálnának az asztalon. A bejelentés és a riasztás után a katasztrófavédők elmondták, hogy perceken belül a helyszínre érkeztek. Összesen nagyon szűk területen lokalizáltan jelentkezett ez a vihar, tehát nagyon szűken néhány száz méteren belül négy helyszínen kellett a kármentesítést elvégezniük. Leszakadt villanyvezetékek, illetve kicsavart fák jelezték a vihar útját. Sipos Gábornak köszönjük.